Mi lenne, ha legalább egy este, amikor a közönség bejöhetne, elfelejthetni a Mikulást, és arra gondolhatna, milyen csodálatos, hogy Isten testé lett, és itt járt közöttünk. 20 évvel ezelőtt Andrew Peterson dalszerzőnek támadt egy ötlete. Olyan karácsonyi koncertet szervezett, ami Jézus történetét meséli el az Ószövetségtől egészen a születéséig. Fiatal előadóként folyton úton volt, és egyszer csak előállt az Íme az Isten báránya turné ötletével. A turné kezdete karrieremnek egy nagyon nehéz szakaszára esett. Fiatal szülőként is küzdöttünk, pelenkás gyerekeink mellett próbáltuk a zenei pályát is fenntartani. Abban az időben nem is fogtuk fel igazán, mennyire abnormális volt az utazgatós életmódunk. Az első turnénk eléggé rázósra sikeredett, de elhatároztuk, hogy a következő évben mégis újból megpróbáljuk. Dolgoztunk a dalokon, finomítottunk a zenei anyagon, nem is sejtettük, hogy a műsorunk tulajdonképpen egy ajándék lesz a következő 20 évben. Barátai sok éven át előadták karácsonyi koncertjüket, de mégsem tudták lemezre vinni az ötletet. Próbáltam meggyőzni a kiadókat. Figyeljenek, itt van ez az újszerű karácsonyi album. Nem szokványos, az Ószövetségtől kezdődik, hagyományos akusztikus hangszereket házasítottunk, elektronikus gitárral, ütősökkel, nem csak én éneklek, sok szólam hallható. Felvehetnék? Azt a választ kaptuk, hogy veszett ötlet. Nem szeretnénk vele foglalkozni. Márka nevesítés nélkül magának kellett előteremteni a lemez előkészítéséhez szükséges összeget. A közönségük egyre nagyobb és nagyobb lett. Aki nem hallott volna még a Nashville-i Raymond Auditoriumról, hadd mondjam el, hogy körülbelül 100 évvel ezelőtt gyülekezeti háznak épült. Ébredési központnak Nashville központjában. Majd később otthont adott a Grand Ole Opry nevű country és folk koncerteknek. Amikor belép az ember oda, szinte harapni lehet az ízét. Mintha az ott játszott összes zene fűszerezte volna be a helyet. Nagyon megtetszett nekünk ez a koncertterem. Korai éveinkben mondogattuk, milyen nagy lenne, ha itt játszhatnánk egyszer. A városban, amit annyira szerettünk, és egy ilyen nagyszerű helyen. Nagyjából 5 éve turnéztunk már, amikor felnőttünk annyira, hogy megpendíthettük az ötletet. Most pedig szinte elképzelhetetlen, hogy ne adjunk elő a Raymondben. De még most is, 15 évvel később libabőrösek leszünk, amikor kiállhatunk a színpadra. A 20. jubileumra Andrew és barátai újra felvették a lemezt egy felújított verzióban, és nagyon hálásak, hogy decemberben ismét turnézhatnak. Ami a csapat összetételét illeti, van egy mag, ami nem változott az elmúlt 20 évben. Egész évben rohamtempóban éljük az életünket, gyerekeket nevelünk, karriert építünk. De valahogy ez szerintem csoda. Decemberben ez a kis csapat mégis képes felállni, félretenni mindent. Az evangélium annyira fontos mindannyiunknak, hogy félreteszünk mindent, és összejövünk. Megemlékezünk róla, hogy Jézus miatt áll fenn az együttes, és ezt mondjuk el az embereknek is.